Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Újra és újra köszönhetünk így, mert Jézus feltámadásának az örömhíre ott él a szívünkben, és azt szeretnénk, ha mindenki, de mindenki tudná hinni, hogy van feltámadás és van örök élet. Jézus megerősít szavaival, az igéjével a mai napon is. Kérjük hozzá a Szent Lelket, hogy befogadjuk, és meg is cselekedjük. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, nálad nélkül semmi az ember, de veled, általad, benned minden lehetséges. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom a mai evangéliumot Jánostól, a 16. fejezet 23b-től a 28-ig. Bizony-bizony mondom nektek, amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példabeszédekben mondtam nektek, de eljön az óra, amikor már nem példabeszédekben szólok nektek, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon kértek majd az én nevemben, és én nem mondom majd nektek, hogy én fogom kérni az Atyát, értetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hittétek, hogy én Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától, és ide jöttem a világba, most újra elhagyom a világot, és elmegyek az Atyához. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Milyen gyönyörű, hogy Jézus erősít meg bennünket, hogy kérjünk az ő nevében, és megadja nekünk. Mit kérnénk? Őszintén szólva. Nyilván szoktunk egy-két dolgot kérni, és mégis Jézus azt mondja, hogy még semmit sem kértetek. Úgy látszik, komolyabb dolgokat kell kérni. Az alapítónk azt mondta, aki keveset kér, keveset kap. Aki sokat kér, sokat kap. Aki mindent kér, mindent kap. Kérjünk hát boldogan. És én összeírtam néhány dolgot. Mi mindent kérhetünk. Például valakinek a gyógyulását, vagy valakinek a megerősödését a családban, vagy békét, békét az országunkban, békét a világban. Kérünk Istent a politikusokért, a társadalom peremre szorultjaiért, a hajléktalanokért, a betegekért, a szegényekért, és lehetne sorolni, mi mindenért lehetne imádkozni, és kell, és fontos, és ebben erősít meg bennünket Jézus. De eszembe jutott még egy szentírási hely, ahol Jézus maga mondta ezt nekünk, hogy fontos, hogy kérjünk. Lukács evangélium a 11. fejezet 9-től a 13-ig olvasom. Ezért mondom nektek, kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Tehát mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki, vagy ha tojás kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szent Lelket, mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle. És Jézus arra biztat, hogy kérjünk. Na de mit kérjünk? Magát, a Szent Lelket. Kit kérjünk? A Szent Lelket. Eszembe jutott egy helyzet, amikor az egyik gyerekkel beszélgetve arról a kis történetről, hogy van egy aranyhalacska, aki mindenkinek egy jó kívánságát teljesíti, és mit kérnie tőle, és a gyerek azt mondta, az aranyhalacskát. Hát erről van szó. A Szent Lelket kérjük, aki mindent meg tud nekünk adni. És mi ez a minden? Az Isten országa.
az Isten országa, amelyik már itt van köztünk, itt van a szívünkben. És ahogy Jézus folytatja a szavait, nagyon fontos, hogy az Atyáról beszél nekünk. Az Atyáról, akihez ő elmegy. Az Atyáról, a mennyeiről, ahová hazahív. Igazából mit kérjünk mást, mint az, hogy üdvözüljünk? Mit kérjünk mást, mint hogy nem csak mi, hanem a szeretteink mind üdvözüljenek? Mit kérjünk mást, mint hogy valóban megtérjünk, és szentek legyünk? Valóban a Szentlélek tud bennünket szentté tenni, és nem csak azok a szentek, akik itt a templomban, különböző helyeken, talapzatokon ki vannak állítva, mindenkit szentté akar tenni a Szentlélek. És ez a mi örömünk oka. És ahogy növekszünk az imádságban, a Krisztus követésben, ez mind-mind a szentséget hozza számunkra. És ez az az öröm, a mennyek országának öröme és fénye. És mást nem is tudok, és mást nem is akarok, mint hogy együtt imádkozzunk, kérve egész egyházunkra és az egész világra, hogy áradjon ki a Szentlélek. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek ott fú, ahol akar. De a Szentlélek engedelmes, oda megy, ahová az Atya küldi. Oda megy, ahová Jézus elküldi, és különösképpen a nyitott szívekbe. Bennem van nyitottság. Vannak emberek, akik kicsit félnek a Szentlélektől, mert ki tudja, hogy mire indítja őket. Igen, azt tudom mondani, hogy nagyon sok mindenre indított, buzdított, lelkesített a Szentlélek. Akár egy kapcsolatban, akár egy mozgalomban, akár egy karizmatikus megújulásban, akár egy emberhalász szemináriumban, és lehetne sorolni, mi mindent indított a Szentlélek. De nem azért, mert mi vagyunk nagyok, hanem azért, mert a lélek működik rajtunk keresztül. Isten országa nem egy struktúrált, kialakult, törvényekből álló ország, hanem egy növekedő valóság. Isten országa itt van köztünk. Kérjük hát a Szent Lelket. Alakítson, formáljon bennünket. És nyugodtan kérhetünk kicsi és apró dolgokat. És nyugodtan kérhetünk nagy dolgokat. Várja a Szentlélek a mi vágyainkat. Egy dolog azonban fontos, hogy bízzunk benne. Hogy bízzunk abban, hogy amit kérünk, azt meg is adja. Ezért a hálás szívségbe, a hálás lelkületbe még inkább megérkezik a Szentlélek. Most a pünkös kilencedben kérjük együtt, töltsön el bennünket, és tegyen szentté. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Elismerjük, Szentlélek, hogy a saját erőnk nagyon kevés, hogy nem tudjuk követni Jézust. Próbálgatjuk, és nem megy. De Te meg tudsz bennünket szentelni. Valóban, Szentlélek, általad többet tudunk tenni, mint az emberi szint. Köszönjük, hogy természet fölötti szintre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy tovább láthatunk. Téged láthatunk. Benned élhetünk, mert Te lakást vettél bennünk. Jöjj, Szentlélek! Tegyél bennünket a környezetünkkel, a barátainkkal, papjainkkal, családtagjainkkal, munkatársainkkal, az egyház minden tagjával együtt szenté. Mert Te szent vagy, benned és veled kívánunk élni. Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Nálad nélkül semmi az ember, de veled, benned minden lehetséges. Amen.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.